három jellegzetesen szirénázó tűzoltó autó a város főpontjain való áthaladásával emlékeztette a bátorszékieket az éves eseménynaptárban szereplő Flórián napi ünnepségre, amit már régen bevett itteni gyakorlat szerint nem a napján, hanem másnap vasárnap tartanak. Hol másutt is, mint az 1993-ban szinte újjáépített Szent Flórián szobornál. Az eseményen megjelent Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője, igazgatója. Nem csak köszöntötte a helybéli hivatásos és önkéntes tűzoltó szervezeteket, kiemelve a bátorszékiek átlagon felüli szervezettségét, hanem történeti áttekintést is nyújtott nemzetközi és hazai viszonylatban a Flórián napi ünnepségekig elvezető úton. Elhangzott 149 évvel ezelőtt Pesten 12 fővel, Széchenyi Ödön vezetésével megalakult az első tornász és tűzoltó egylet Magyarországon. Akár az önkormányzati tűzoltóság, de még inkább az önkéntes tűzoltó egyesület biztosítja a település lakosságának a védelmét, amely kiemelten fontos közbiztonsági feladat. A szobor megkoszorozása után a tűzoltói eskütétel következett. Mivel stabil a tűzoltó utánpótlás bátaszéken, a kiöregedő pótlását zökkenőmentesen meg tudják oldani, így a Flórián napi ünnepség része az időközben kiképzett önkéntesek ünnepélyes eskütétele. Ezúttal három fiatal embert avattak fel. Én, Kovács Zoltán, önkéntes tűzoltó esküszöm. Hogy a bátaszéki tűzoltóságnak hűséges tagja leszek. Hogy a bátaszéki tűzoltóságnak hűséges tagja leszek. Esküszöm. Esküszöm. Hogy önként vállalt feladatomat minden körülmények között. Hogy önként vállalt feladatomat minden körülmények között. A legjobb tudásom szerint híven és becsülettel teljesítem. Mint kiderült, 2018 meglehetősen mozgalmas év volt a bátorszéki tűzoltók számára sok-sok kihívással. 2018-ban egyébként meglepően sok volt a káreset számunk, 144 riasztás érkezett a bátorszéki tűzoltóságra, és ebből 122 volt az, ami beavatkozással telt. Ebből a 121 nehány káresetből körülbelül 10 volt, ami elhúzódó káreset volt, ez több mint 10-12 órát vett igénybe, és hát sajnos volt egy olyan közel 50 órán keresztül kint voltunk. Volt egy alsónyéki bálatűz, amikor 2000 kocka bála gyulladt föl, illetve ha már az idei évet nézzük, akkor volt egy sajnálatos kecsketűz, amiben ugye 190 állat veszítette az életét, hát ez is egy elhúzódó és egy székárisan is elég megterhelő káreset volt. Bátaszékre és Bátaszék környéki településekre is az jellemző, ami egész Tolna megye tűzvédelmét meghatározza, hogy az országos átlagnál kevesebb a bekövetkezett tűzeseteknek, műszaki mentéseknek a száma. Ez nagyon jó, hiszen a lakosság biztonsági érzete ezzel magas fokon garantálható. A biztonsági érzet garantálása az nagyon fontos, hogy hozzájáruljon az az önkormányzati tűzoltóság, amely itt Bátaszéken már most jó ideje működik, és nagyon magas színvonalon végzi a tevékenységét. Évente egy 150-160 tűzoltói beavatkozást végeznek. Ez megfelel megint a megyei átlagnak, illetve nagyon fontos az a bázis, amely majd a későbbi önkormányzati tűzoltóvá válást eredményezi, hogy sokan vannak, akik önként a családjuktól időt elrabolva, a munkahelyüktől időt elrabolva, saját szabadidejüket áldozva, önkéntes tűzoltó egyesületi tagként tesznek Bátaszék városa és a környező hat település védelme érdekében. A felszereltségük a kor követelményeinek a magyar lehetőségek közepette megfelelő. Csak egy magas momentő hiányzik. Az nincsen, de hogyha ilyen esetre lenne szükség, akkor Szexál természetesen tud nekünk segíteni. Hál' Istennek három jól felszerelt gépjármű fecskendővel rendelkezünk, úgyhogy ezen minden megtalálható. Nagyon bízom benne, hogy a költségvetést sikerül most stabilizálni. Jelen pillanatban 5 pályázatunk fut, ebből egy az önkormányzatnál, az önkéntes tűzoltó egyesület, a többi 4 pedig az önkormányzati tűzoltó parancsnokság adta be. Eszközfejlesztéseket tervezünk, illetve felülvizsgálatokra. Idén sajnos mind a két feszítővágó berendezésünknek lejárt a felülvizsgálat, a tömlőt kell cserélnünk, és a sajnos milliós tétel, de úgy tűnik, hogy az önkormányzat, illetve a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság segítségével ezeket meg fogjuk tudni valósítani. Folyamatosan toborozunk
vonzuk egyébként a fiatalokat is, és folyamatosan veszük fölfelé a tagokat az önkéntes tűzoltó egyesületben is, és a diák tűzoltó tagozatot egyébként idei évtől kezdjük el újra szervezni, hál' Istennek most 10 stabil tagunk van. Nyilván el fogjuk őket vinni versenyre, és próbáljuk a tűzoltó öntudatot beléjük nevelni. Ők erre nagyon fogékonyak, versenyre fogunk menni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, bízunk benne, hogy belőlük majd egyszer tűzoltó lesz. Az ünnepség végén a vasárnapi Szent Mise, Szent Flórián nap jegyében a bajok, katasztrófák elhárításáért 24 órában kész tűzoltók megáldozása jegyében is zajlott.